Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége Pázsit Marian, a könyvtár vezetője. Szeretettel köszöntelek. Szia, Marian. Szia. Ősz, bekuckózás, kezdődik a tél. Egy kicsit mások szerintem ilyenkor az olvasói szokások is, nem? Ti hogy érzitek? Megérkezett már az ősz? Én is köszöntöm a nézőket. Valóban egy picikét mások az olvasói szokások, bár ez az év egészen más, sajnos, máshogy rendkívüli. Ilyenkor már többet olvasnak az emberek, hiszen a kerti munkák véget értek, a jó idő elmúltával több idejük van, ahogy te is mondtad, a bekuckózásra, így többet kölcsönöznek, tehát lehet, hogy nyáron csak 3 darabot vittek, most viszont akár meg is duplázzák, vagy akár maximális 15-öt is elviszik, hogy most már a hosszú téli estékre legyen mit olvasni. Én is, hogy az olvasói szokások azért is jutott eszembe, mert a szokásosnál még talán kevesebb mennyiséget vittünk, és így elfogyott. Setszpec alatt, mondom, egy hét, és így ennyi, nincs mit olvasni, úgyhogy már jönni kell, mondom, nagyobb mennyiségeket kell vinni, biztos más is így van ezzel. Igen, főleg a kisgyerekes családok, ők rendszerint 15-öt elvisznek egy olvasójegyre, és nekik ez egy hónapig úgy éppen kitart, vagy hogyha többen vannak beiratkozva, akkor akár többet is elvisznek, úgyhogy szerencsére. Mert ugye a játszóterek nyáron, tehát még azért 7-8-ig sokszor kint vannak az óvodáskorú gyerekekkel, meg a kisiskoláskorú gyerekekkel. Most meg kimegy az ember 5 órakor, már szembe csapja egy ilyen félhomály, akkor már nem tudsz olyan sokat a szabadban tölteni, jön az, hogy mit csináljunk, hát nézegessünk a kicsikkel könyvekkel, vagy olvasgassunk, bújjunk be egy sarokba, jó kis takaróval. Akkor ti is ezt tapasztaljátok, mert ez már megérkezett. Igen, most már nyár elmúltával ez már, igen, ez jellemző. Covid. Hát ezt titeket is érintett, meg érint jelenleg is. Ugye volt egy hosszabb zárás, amit mondtad akkor, hogy nektek ez nagyon nem jött jól, mert... Hát igen, éppen kinyitottunk, aztán 2 hónapig tudtunk nyitva tartani, majd aztán a Covid miatt bezártunk mi is. Hát az egy... Majdnem 2 hónapos leállás volt, hiszen az online kölcsönzés keretében azért szolgáltattunk, és mindaddig, amíg június 22-ig nem tudtunk megnyitni, úgyhogy személyesen tudják használni az olvasóink a könyvtárat. Igyekszünk betartani a szabályokat, tehát amit tőlünk telik, megtesszük, folyamatosan fertőtlenítünk, ki van helyezve kézfertőtlenítő. Az egy sok helyen kíván, nem is csak igen, egy igen. Ugye a portán hát kötelező használni, amint belép valaki, illetve a pultokon is van kihelyezve még pluszban, ha valaki szeretné, és a maszk használata kötelező. Azt gondolom, hogy most már hozzászoktak. Hát sajnos, vagy hál' Istennek hozzászoktak az olvasóink ehhez, úgyhogy nincs ebből probléma. Távolságot is igyekszünk a pultnál betartani, hogy ne torlódjanak fel az olvasók. Ezen kívül a rendezvényeinken most már korlátozott számba tudjuk csak fogadni. Még azért bocsánat, mert ha jól tudom, ti karanténba is teszitek a könyveket, ugye, amik így oda-vissza mennek. Vagy az online kölcsönzésben valóban így volt, most viszont nem. Most egy áttörölés, fertőtlenítés után visszakerülnek a polcra, és akkor maga az olvasó eldönti, van, aki mondja, hogy ő 3 napra otthon karanténba helyezi, letörölgeti, nyilván a lapokat nem lehet. Persze. Úgyhogy így úgy készülnek, tehát valaki félreteszi, már ugye a boltba is, amit megveszünk, az is ugyanaz. Olyan, hogy több kézen átmegy, úgyhogy nálunk ez így megy. Akkor a rendezvények, ezekkel, hogy van-e változás, tehát ezeket tudjátok jelenleg tartani? Hát korlátozott számban tudjuk fogadni a rendezvényekre az érkezőket. Nincs most olyan sok rendezvényünk, ugyan az országos könyvtárnapokon belül sikerült mind a 3-at megvalósítani, aminek nagyon örültünk. Az egyik egy elmaradt költészetnap volt alapvetően, a másik kettőt pedig... Jól elmaradt, igen. Hát igen, az áprilisi, a másik kettőt pedig már ugye évelején leszerveztük, úgyhogy ez egy siker volt, hogy megtudtuk, és hogy elég szép résztvevő számmal, hiszen mindkettőn ilyen 50 körüli résztvevő szám volt, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a mai körülmények között ez sikeresnek mondható, és... Most is, ami még van rendezvényünk, ott is korlátozzuk a résztvevők számát, illetve... Ezt hogy tudjátok egyébként így betartatni, hát, hogy akkor 50-51-ig már nem jössz? Igen, ugye regisztrációhoz kötöttük ezeket a rendezvényeket, és akkor így tudtuk számolni. De szerencsére senkinek nem kellett azt mondani, hogy nem jöhet be, mert volt olyan, aki
nem jött el annak ellen, hogy feliratkozott, de bejött más helyette. Úgyhogy hát 50 főbe húztuk meg. Igen, így tudjuk biztonságosan az emeleten elhelyezni a székeket, hogy legyen egyfajta távolság, de emellett ugye maszkban tartózkodnak végig a vendégek is. De gondolom, ti is figyelitek azért az eseményeket így folyamatosan, meg az intézkedéseket, hogy mi változik, mi nem, és azonnal reagáltok, hogyha igen, valami... Igen, igen. Bár nálunk, amikor nyáron volt egy pici enyhülés látszódott, mi a maszkhasználatot akkor sem hagytuk el, úgy gondoltuk, hogy maradjon. Aztán jó döntés volt, mert volt, amely könyvtár elhagyta, aztán mondjuk egy hónap múlva újra kellett, amikor már tényleg kellett, mondjuk a kormányrendelt értelmében, úgyhogy hát így legalább tudják az emberek, hogy könyvtár, zártér, maszkot igen. föl, mint ahogy igazából bemegy most már boltba, vagy bárhova. Igen. Mindenhova kell. Kiállításokat tudtok-e esetleg tartani? Mert az olyan, hogy mondjuk a megnyitóra, ha nem is jön annyi ember, vagy nem tudjátok beengedni, de az utána csak meg tudják igen. nézni. Hát nyáron indult egy kiállításunk, annak most lesz vége, október vége, és novemberben lesz még egy ebben az évben. Úgyhogy hát elméletileg megnyitóval együtt, reméljük, hogy ugyanezek a feltételek maradnak. Ezekről majd még később tudnak az olvasók értesülni, hogy milyen kiállítás lesz, illetve még milyen rendezvény. Tanfolyamot is tartotok a könyvtárba, tehát ezek is így beindulgattak? Igen, beindultak. Ugyan ez is korlátozva van, hogy 12 fő volt a maximum, eddig minden tanfolyamnál, most azért kevesebb főt fogadunk, hogy a terem ne legyen tele, így is próbálunk a biztonságra törekedni. Ugye ez egy internet használói, felhasználói igen. tanfolyam, ez kiknek szól? Főként a nyugdíjas korosztály a célközönség ezeknek az internet használói tanfolyamoknak, azért is, hogy fel tudjanak zárkózni egy picit az internet világába. Ugyanez 10 évvel ezelőtt még egész másról szólt, mint most. Ez a Kattints Rá Nagyi program, vagy mi igen, volt igen. a neve, ha jól emlékszem. Ugye a Nagyinetnek indult ez a tanfolyam, hát nálunk már nem is több, mint 10 éve vannak ezek a tanfolyamok. Akkoriban még ugye az internet nem volt annyira elterjedt. Igen. Tehát nem volt jellemző, mint most, hogy minden háztartásban van, sőt, van okostelefon, tehát rengeteg eszköz, és bizony nekik is van, tehát az idősebb korosztálynak is van, és abban segítünk, hogy egy picit tudatosabban tudják ezeket használni. És még mindig jönnek, szeretik a tanfolyamainkat, hál' Istennek. Van egy kérdőívetek is, amit körbe küldtetek ugye az olvasók igen. között. Erre lehet-e még, vagy miről szól ez a kérdőív? Egy kicsit mesélj erről is, hogy mit szerettetek volna megtudni. Minden évben végzünk kérdőíves felmérést az olvasóink között. Az egyik évben használói elégedettség van, ahogy a neve is mondja, ugye ott az elégedettséget próbáljuk felmérni. Most ebben az évben pedig igényfelmérés van, ahogy biztos te is láttad. Igen. Itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy az olvasók mondjuk mind változtatnának, vagy mit vennének igénybe. Tehát akár a könyvek, a DVD-k az állományra nézve, mit olvasnak szívesen, milyen rendezvényre jönnének, várjuk az ötleteket, akár ugye az előadók, írók tekintetében, illetve van egy szabad rész, abban bárki írhat. Most ezek a felmérések már a tavalyi évtől fogva csak online felületen működnek. Illetve tavaly még néhányat papíralapon kitöltöttünk, de most ez az online idén annyira jól sikerült, hogy már 300 válasznál járunk, és 200 volt a cél, úgyhogy abszolút sikernek mondható. Most már papíralapon igyekszünk környezettudatosnak is lenni, és így sokkal hatékonyabb mérni egyébként a válaszokat. Még nem záródott le, úgyhogy még nyugodtan. Úgyhogy hajrá, akinek még van ötlete. Ezt gondolom nektek is jó, mert mindenki a saját kis szűk körében mozog benne, és hogyha ott lát egy olyan nevet, vagy egy olyan ötletet, hogy hú, hát akkor ez tényleg igen, jó igen. ötlete van, akkor azt érdemes megvalósítani. Nyilván ezért is csináljátok, erre vevők vagytok. Igen, sok ötlet érkezett már, ezeket azért elrakjuk magunknak, van mindig egy... Hát úgymond egy ilyen ötletelős listánk, amikbe a rendezvényekhez használjuk a szervezéskor. Úgyhogy most is kaptunk már jó ötleteket, köszönjük szépen, és reméljük, hogy a jövőre, vagy hát a jövőben sikerül majd valamit megvalósítani közülük. Karácsony, Mikulás hamarosan itt van, illetve hát még nem annyira hamarosan, de most valahogy így előbbre gondolkodnak az emberek. Boltokban már, ott már karácsony van, ott már kitört, de az máskor is így szokott igen, lenni, COVID-tól függetlenül igen. szerintem. Most viszont nagyon sokan mondják, hogy egy kicsit előbbre próbálnak gondolkodni, mert nem tudjuk, hogy ez a vírus hogy alakul, mint alakul, mikor tetőznek a számok.
lesz-e zárás, el tudunk-e menni esetleg vásárolni, vagy ugye behatároltak lesznek a vásárlások, van-e valami ötleted így a kisgyerekes családoknak, ők nagyon szeretnek könyvet ajándékozni. Vagy tudnak-e valahol utána nézni valami kis friss listának, ami most így újdonság? De nálunk is jellemző ez egyébként, amit mondasz, hogy sokan azért is visznek ebben az időszakban többet, mert nem tudják, hogy jöhetnek-e a következő hónapban. Ugye ez így elég furán hangzik, de valóban benne van a levegőben, meg hát egyik napról másikra kellett bezárnunk is. Tehát emiatt is most már, aki kevesebbet vitt, azért többet visz, hogy nehogy olvasómány nélkül maradjanak. Úgyhogy ez jellemző, és mondják is, hogy inkább viszek többet. A karácsony ugye nyilván már valahol szeptemberben ugye felüti a fejét, egyre előbb kezdünk el, de most ez más. Minden évben készítünk karácsonyi kiemeléseket, ugye ezt így hívjuk, tehát tematikus kiemelést, akár Mikulásra, vagy karácsonyra meséket, verseket, foglalkoztatókat, lapozgatókat egészen a legkisebbeknek, ezeket a gyerekkönyvtárba szoktuk kirakni, hogy célzottan tudjanak válogatni a szülők, gyerekek. Egy könyves kocsin szoktuk, és mindig pótoljuk őket. Ezek a karácsonyi könyvénk jelenleg még a raktárba pihennek, de hamarosan most már feljönnek. És akkor onnan is lehet ötleteket szemezgetni, igen. Hogyha valamelyik megtetszik, akkor azt hozhatja Jézuska vagy igen, a Mikulás. Igen, abszolút. Az újabb, ugye mondtad, hogy honnan lehet ötleted, hogyha valaki újat lát, esetleg könyvesboltban, vagy az interneten, ugye az újakat is természetesen megvesszük, de hogyha nekünk nincs meg, akkor bátran szóljon, és akkor megvásároljuk azt, felírjuk, és beszerezzük, ha tudjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, akkor kitartás köszönöm. Nektek az köszönjük elkövetkezendő szépen. Időszakra, mert ahogy mindenkinek, úgy nektek is egy kicsit nagyobb, több feladatot ró ez a Covid most rátok is. Úgyhogy kitartást, és köszönjük szépen, hogy vagytok, hogy nyitva vagytok, és tudunk olvasni köszönjük újdonságokat szépen. Is. Várunk mindenkit szeretettel. Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is, és olvassanak sokat, viszontlátásra!